Jó estét kívánok! 4-1-8 után vagyunk egy pár perccel, ahogy ígértem. Fiú csapat döntő, Lengyelország, Németország. Ütnek a fiúk. Milyen szép kis fonák volt ez. Szóval a magyarokat legyőző, elődöntőben legyőző Németország küzd meg Lengyelországgal, akik négy közé kiütötték az első kiemelt szlovákokat. Velünk szemben majd szemüvegve Ort Kilián fog játszani, aki még nem vesztett meccset a csapatmérkőzések során. Háttal nekünk pedig Berecki Alexander. El is kezdődik a mérkőzés. 1-0 vezet a lengyel fiú. Ort Kilián a 8. kiemeltje a versenynek. Hátrébb van rangsorolva Berecki Alexander, ő az 25. kiemelt, tehát elméletileg a német fiú az esélyesebb, de egy ilyen csapatdöntőben már nem beszélhetünk esélyekről. 2-1. Kettő kiegyenlít a német fiú tehát. Hey, egy nagyon szép labdamenet, hölgyeim és uraim. Kifektette ellenfelét ott Kilián. És a végén csak bebökte a labdát az ellenfél fonákjára. Szép labdamenet volt. Ahogy ez is az. 3-3. Hát ugyanis jutottak el a csapatok idáig. Kezdjük a németekkel. Belgiumot verték 3-0-ra a legjobb 8 közéjutásért. A legjobb 4 közéjutásért Angliát verték meg ugyanígy 3-0-ra, és sajnos Magyarországot is 3-0-ra, tehát eddig mérkőzésen vesztettek a németek. Bele a hálóba 5-3 Ort Kiliánnak. A lengyelek pedig Franciaország második számú csapatát verték 3-1-re 8 közéjutásért. 4 közé a nagy bravúr, az első kiemelt szlovákokat verték nagy csatában 3-1-re, majd a francia csapatot tudták megverni, ugyancsak 3-1-re a döntőbe jutásért. Így került ide a döntőbe ez a két csapat. 7-3-ra vezet Ort Kilián. Bíró sportás figyelmeztette a lengyel fiút, hogy dobja magasabbra a labdát. Hét négy. Másik asztalon pedig vezetesen a kettes asztalon ugyancsak a lengyelek és ugyancsak a németek játszanak a lányoknál a csapat döntőben. Úgyhogy a másik döntő is zajlik, szépen megtelt a szembe lévő lelátó is. Hosszúra pörgeti a német fiú, 8-5, de még 3 pontos az előnye. Hoppá. Neki rohant palánknak. Lengyel fiú 9-5-re vezet Ort Kilián. Mindig 4 és 3 pont a különbség itt a szett végén is. Nézzük, hogy följebb tud-e zárkozni a lengyel fiú, avagy nem. Húha, pedig belenyúlt még ebbe az ígyszerbe.
10-6. Hú, ezt hova fogadta? 11-6. Gyengén kezd a lengyel fiú. Ort Kilián nyeri tehát az első szettet, hölgyeim és uraim. Vezet Németország. Közben ugye véget értek az egyéni selejtezők. És megvan a magyar érdekeltségű eredmény is, az összes. Fehér Zsófia. Bocsánat, már vele kezdjük. Kezdjük előről. Kezdjük az egyes csoporttól. Baló Claudia csoport harmadik lett, kiesett sajnos. A nyolcas csoportban Hartbrich Leoni csoport harmadik lett, kiesett. Imre Leila csoport első lett, tehát egy főtáblásunk már van. Cvalinga Dóra két verességgel kiesett csoport harmadikként. Nem folytatja a küzdelmeket. Takács Lili. Csoport második lett, és ezzel följutott a főtáblára. Miközben elkezdődik a második szett. Szomály Anna csoport harmadik lett, sajnos lecsúszott a főtábláról. Fehér Zsófia csoport negyedik, három vereséggel sajnos szettet sem tudott nyerni. Kiesett, nem jutott a főtáblára. Frecska Éva csoport negyedik, kiesik sajnos. 3-0 vezet Ort Kilián. Egyelőre sokkal jobb ellenfelénél, már 4-0. Nagypál Csilla, ugye ő neki két mérkőzését is közvetítettük, csoport másodikként jutott tovább a főtáblára, úgyhogy az első számú magyar csapatból mindkét játékos följutott a főtáblára. Tehát már három főtáblásunk volt. Hatására csoport utolsó lett sajnos. És hát ennyi. Tehát három leány főtáblásunk lesz a holnapi nap folyamán. Tehát nézzük a döntőt. Nézzük Ort Kiliánt. 6-1-re vezet Verecki Alexander ellen. Az gyönyörű. 6-2. Kettő közben. Húha. Valahogy csak megnyerte ezt a pontot a lengyel fiú. Ú, de szép. 8-3. Nagyon gyorsan kifordult, és bepörgette. Az is nagyon szép. 9-3. Jól játszik Ort Kilián, de hát ezt láthattuk az elődöntőben is a magyarok ellen. Tíz-három. 7 szetlabda a 2-0-ához. Uha, kis csűrés, csavarás. Belefér még ilyenkor már. 10-4. Tizenegy, négy, 2-0 Ort Kiliánnak. Nagyon magabiztos, és nem tudja fölvenni a ritmust. Verecki Alexander. Na mindegy, akkor el fogja veszteni a meccset. Említettem a lányukat, hogy végeztek, és akkor... Nyert. Kétszer, 3-0-ra és 3-2-re. Mindenkit mérkőzését közvetítettük. És így csoport elsőnként jutott föl a főtáblára. 8-as csoport, Bőm Gábor. Csoport harmadik lett két vereséggel, és sajnos így búcsúzik a küzdelmektől, nem jut föl. Ecseki Nándor, 3-2-3-0, két győzelem, tehát Ecseki Nándor is följött a főtáblára. Majoros
János Bence, bocsánat. Csoport másodikként följött a főtáblára, a második mérkőzését meg tudta nyerni 3-2-re. Közben elkezdődik a harmadik szett, egy rossz német pörgetéssel. Sabján Gergely csoport elsőként följött a főtáblára. Ez nagyon szép teljesítmény. Tóth Gábor sajnos 3 vereséggel kiesett. Kovács Sebestyén 2 vereség, 1 győzelemmel kiesett. És ennyi, hölgyeim és uraim. A lányoknál 3, a fiúknál pedig 4 főtáblásunk lesz holnap. Ugye holnap lesz egyéni versenyszám, és elkezdődik majd a páros, és ugye ma is volt már egy páros előselejtező, de az igazi küzdelmek holnap fognak kezdődni. 3-1-re vezet Ort Kilian. Három, kettő. Négy, kettő. Három. Nem talált el a labdát, Ort Kilian. Ez viszont szép. 5-3. Gyönyörű pont. 6-3. Mozgatta ellenfelé Tort Kilian. Maga biztos ez a német fiú, nagyon rossz pörgetés. 6-4. Uha! Átcsorgott. 6-5. Szinte megállt táncolni. A hálón a labda. Átverekedte magát valahogy. 6-5. 6-3-ról 6-6. Kis szerencsével, de följön a lengyel fiú. Egyenlő az állás. Itt 6. Nagyon megdolgozott ezért a német fiú. Ismét vezet a német. Ort Kilian. 8-6. Nagyon jó helyekre tudja pörgetni a labdát a német. 3 labdára mérkőzés megnyerésétől. Az is gyönyörű. Utolsó pillanatban határozta el, és csinálta meg a mozdulatot 2 pontra. Gyors szerva, 9-7. Három mérkőzés labda Ort Kiliannak, Erecki Alexander ellen. Tíz nyolc. Az gyönyörű. 11-8. Verecki Alexander nem tudott ellenfél lenni, hölgyeim és uraim. Ort Kilian ellenállhatatlanul játszott. 3-0, 1-0 Németországnak. Mindjárt jön a második meccs.
ebben a pillanatban elkezdődik a fiú csapatdöntő második mérkőzése. A lengyeleknél Zotovka Patrik, a németeknél Sauer Michael. Csak a rendkedvéért. Háttal pirosban Zotovka és Sauer szemben. Sauer sem vesztett még a németek oldaláról mérkőzést a csapatmeccsek során. De ez elmondható Zotovkáról is, aki a verseny negyedik kiemeltje. Bocsánat, harmadik kiemeltje. 13. az aktuális Európa ranglistán. Tehát a döntő egyik legnagyobb sztárja, ha lehet így fogalmazni. Szépen dolgozott meg a labdamenetért a német. 4-2. Az gyönyörűen csinált a Zotovka. 5-3. Itt ugye lengyel az esélyes. Tehát a beírás az úgy történt, hogy gyengébb az erősebbel, és ugyanez a másik oldalon fordítva. Egy erős, egy gyenge mindkét oldalon. 6-4. Ennek ellenére a német fiúnak. Szépen csak visszahozta Zotovka. Nagyon laposan a labdát is. Ez eredményezte a pontot neki, 6-6 utoléri ellenfelét. Hét 6 a lengyelnek. Hosszú, 8-6. 6-4-ről 8-6-ra fordít Zotovka. Ez már jobb meccs, mint az előző. Az tény. Hatalmas harc közben a lányoknál. 2-1 a német lánynak is. 13-13, ott még az első meccs megy. Gyönyörű. 9-6-ra vezet a lengyel fiú. Azért látszik, hogy ott van a legjobb 15-ben az Európa ranglistán. Ez nem jön be. 9-7. Szép indítás. 9-8. Még egy pontos az előnye a lengyelnek. Szépen csinálta a német fiú. 9-9. Egymásra talált a két játékos. Sauer nyert zsinórban 3 pontot. Utolért ellenfelét. Ő szerválhat majd. Uha. 10-9. Zotovka milyen lazán. Tessenek figyelni, csak odalép és besótolja azt a labdát. Ez is nagyon szép. Gyorsan kilép, és bepörgeti.
kétszer is szerencséje volt Zauernek. 11-10. Szetlabdája van a német fiúnak. Elpörgeti. Ezt most elsiette. 11-11. Hosszú, rossz kor, próbált oldalt váltani a lengyel. Az Auernek ismét szetlabdája van. Most is, megijedt egy kicsit, úgy tűnik. 12-12. 17-15-re nyert a lengyel lány ezt a szettet, ott döntő szett az első mérkőzésen. A lányoknál. 13-12 Zatovkának. Jó szerva volt. Kutya vigyel! Ez a nap momentum, a hölgyeim és uraim! Tiszta erőből mind a ketten pörgették a labdát. El is tört. Háj! Nézzük, eltörte. Nem, csak poros. Jól van. Addig el tudtam volna hinni ekkora pörgetések után. Ismét szetlabdája van Zauernek. És most sem tudja megcsinálni. Kicsit bizonytalan ilyenkor, amikor ott van az esélye. Ajjajaj, fiúk, 14-14. Zatovkánál az előny most. Így van, ez besodorja. Rossz helyre indult. A német büntetett, a lengyel Zatovka bepörgette keresztbe. 1-0-ra vezet a lengyel fiú. Hát nem, szerintem nem így gondolta, hogy ő az esélyes, és így nyeri meg az első szettet, de hát lényeg a lényeg. Megvan a vezetés, 1-0 a lengyelnek. Ugye azt tisztán látszik, hogy más játékstílust képviselnek a fiúk. Zatovka inkább ez a labdamenetben domináló típus, tehát, hogy lazán lepörget, talán át is engedi a kezdeményezést néha, hogy lebírja ezeket sodani a labdákat, nagyon érzi, fönt van a keze. És a német fiú pedig próbálja egyből átvenni a kezdeményezést, gyorsan megcsinálni a pontot a tenyeres, jó kis tenyeres pörgetéseivel. És amikor arra kerül a sor, azért őserest a visszapörgetésbe, ezt láttatok itt a szett végén, az előző szett legvégén. Szó, ami szó, vezet a lengyel fiú, és Zauer kezdi az adogatást a második szetben. Hoppá, ráesett az asztal végére, a labda még vissza tudta dobni a német, 1-0. Rossz tenyeres pörgetés, hosszúra megy, 1-1. Szépen csinált az Auer. 3-4-et is meg kell, hogy pörgessen a játékos, hogy meg tudja nyerni a labdamenetet. Nagyon furfangos szerva. Magasra földobta a labdát. Zatovka meg is zavarta ellenfelét. De utána egy ilyen hirtelen rontás, egy ki nem kényszerített hibafonákkal. Nézzük, hogy próbálja sietetni a játékot Auer. Egyelőre nagyjából bejön neki, de ugye a szett végén nem tudta megcsinálni pontokat. Pontosan azért, mert sietett, véleményem szerint. Négy, három. Rossz indítás. 4-4.
Hosszú ez a fonák. 5-4 a lengyelnek. Négy most már. Kis előnyre tesz szert. Most már 3 pontos az előny Zatovkának. Ajj, de ezt milyen lazán tudta pedig visszarakni a lengyel. Öröm nézni ezeket a mozdulatokat. Egyelőre tartja magát a német fiú. Zauer szerválhat. Most ő váltott oldalt, rosszul, 8-5. Gyönyörű, szép. 8-6. Hoppá, elpattant a labda, nézte is Zatovka, miként történhetett ez. Megtörtént. 8-7, egy pontos még az előnye a lengyel fiúnak. Nem jó, az egyenes lefordítás. 9-7. Zauer fog adogatni. Lazán próbálta a lengyel. 9-8. Most nem ért oda kézzel. Ahogy az első szett itt is nagyon szoros. És 9 Zatovkának. Kilenc, 2-0. Ezt is nagyon szorosan nyeri Zatovka, de megnyeri. És talán ennyivel jobb is. Ez a különbség, hogy a végén meg tudja csinálni a lengyel és a német nem. Pedig tényleg partiba van Zauer, de hát egyelőre kevés, 2-0 Zatovka Patriknak ellene, úgyhogy valamit változtatnia kell. Kapja a tanácsot mindkét játékos. Zatovka kortyolgatott egy párat, német fiú hallgatja és tudomásul veszi a tanácsokat. Másik mérkőzésen is vége az első meccsnek, a lengyelek vezetnek 1-0-ra a lányoknál. Ott is német-lengyel párharc, ugye, amint mondtam. Na nézzük. Egy null Zauernek. Kettő nulla. Kettő egy. Oda középre játszott. Zatovka. 2-2, jól tette. Hát
3-2, Zauernek nagyon szépen pörgette be keresztbe. Három-három. Az gyönyörű. 4-3, ezt nagyon tudja a lengyel fiú. Nem jól váltott oldalt, Zauer. 5-3. Gyönyörű. 5-4. Nagyon szép labdamenetek. Egy pontos lengyel előny. Hú, de szép. Ez itt, hogy több pörgés van a labdába, a lengyel. Beledroppolta a hálóba. 5-5. Ez a lepörgetés nem jön be. 5-3-ról nagyon gyorsan 6-5 lett a németnek. Zatovka csinálja ezt a pontot. 6-6 nem mindig utolérik egymást egyébként, mind a három szedben most már így volt. Jól látta, hogy hosszú az a szerva, Zauer, de nem tudta megpörgetni. Kétszer kiszervája ellenfelét Zatovka ezzel a földobott tenyeres szervával. Ez is jó. 8-8. És mindkét játékos hozta az adogatását. Hú, még szépen találta el. Jó hangja volt, de hát nem a hangjára játsszák ezt a játékot. 9-8, két pontra a győzelemtől Zatovka. 9-9. Ha azt mondtam, hogy 6-6-nál mindig utolérik egymást, akkor igaz ez a 9-9-re is. Vérbeli döntőmérkőzésbe illő játék ez tehát, 9-9. És megint Zatovkának van előnye. Mérkőzés labda tehát a lengyelnél. Tíz-tíz. Nem tudja értékesíteni a meccslabdát Zatovka. Húha. Ez is milyen szép labdamenet volt. 11-10. Újabb mérkőzés labdája van a lengyelnek. Mit adott vissza, te jó Isten, Zauer? Húha, ez gyönyörű volt. Ha nem látom, akkor nem hiszem el. Gyönyörűen csinált az Auer. Hihetetlen. És szett labdája van. 12-11 a német fiúnak. Hát honnan hozta vissza? Jaj, de szimpatikus jelenet volt. Szett labda a németnél. És nem tudja megcsinálni. Ahogy eddig, most sem tudja. Valamiért valami gátja van ennek. Lélektani. Nem tudom. 12-12. Ez a szett is nagyon szoros. Hihetetlen, bosszantó. Aki ezen a mérkőzésen elvérzik, hogy milyen szoros szettek voltak, és milyen kevésen múlott. 12-12.
13-12, ismét mérkőzés labda, immáron a harmadik Zatovka előtt. És most már azért megcsinálja. Hát pedig én már összetem megmondom, drukkoltam a német fiúnak, olyan szimpatikusan harcolt. 3-0 Zatovkának, Zauer Michael ellen. Egyenlítenek a lengyelek. Mindjárt jön a páros. Thank you.
lengyel ponttal. Kezdődik a páros mérkőzés. A játékosok ugyanazok, csak most egymás mellett harcolnak a győzelemért. Verecki Alexander, Zatovka Patrik, Ort Kilian, Zauer, Michael. Hölgyeim és uraim, háttal ugye a lengyelek, velünk szembe a németek. Hú, de szépen csinálta ez Zatovka. 3-0 a lengyeleknek. Összesítésben ugye 1-1. Ort és Zatovka tudott nyerni eddig a döntőben. Mindkét csapat párosa 100%-os eddig a verseny során. Elszervál Zauer. Nem tudta megtámadni a ladát Zatovka, csak visszadobta, és utána Zauer kimozgatta Verecki Alexandert. 4-4 utána közben. Szép volt Zauertől, 5-4 vezetnek a németek, 4-1 volt már a lengyeleknek, fordítottak. Rossz pörgetés, 5-5. Gyönyörű, szép. Zatovka kezére jött a labda, és azt tudjuk az előbbi mérkőzése után, hogy ha az ő kezére jön a labda, akkor nincs kegyelem. 6-6. Hét-hat a németeknek. Hóha, 8-6. Na, most összekapták magukat. Ort és Zauer. Elpörgeti az ifjú lengyel. 9-6. Tíz-hat most már. Hát egyedül nehéz azért megnyerni egy egész meccset. Gondolok itt Zatovkára. 11-6, 1-0-ra vezetnek a németek. Menjem és uraim, tehát folytatva a gondolatmenetet. Ugye eddig is ugye Zatovka volt a húzó ember. Verecki ifjú srác nem nagyon tudott hozzátenni. Ugye csak a párosba. Hát eddig a döntőig elég volt. Majd meglátjuk, hogy most itt talál ki a lengyel edző. Hát látjuk, hogy a németek nagyon stabilak. Egybe vannak is. Most elkapták a fonalat és a ritmust itt az első szett végén már, úgyhogy nem lesz könnyű dolga a lengyeleknek. Mert hogyha csak abból indulunk ki, hogyha ezt a páros megnyerik a németek, akkor utána ugye hiába játszik mondjuk előtte az utolsó meccs előtt Zatovka mondjuk nyer, teszem azt, de nem biztos Ort, ugye ő is nagyon jó játékos. De utána a gyengébb Verecki játszana Zauerrel, aki nem játszik rosszul és nem volt alárendelt szerepe Zatovka ellen. Tehát ezen felül minden papírforma borulhat, ugye, ami eddig is mások mérkőzésen és sajnos a magyar mérkőzésen is megtörtént. No mindegy, elkezdődik a második szett, 1-0-ra vezet a lengyel páros. Egy-egy. Helyett 2-0 a lengyeleknek. Nem tudom, hogy miért, de annyi.
2-1. Pa-pa-pa. 3-1. Szerencséje volt most az atofkáiknak. Négy egy. Hasára kapta a labdát Zatovka, de valami hihetetlen finoman pörgette meg onnan furcsa testhelyzetből a labdát. Nem is tudta utána átütni a labdát Zauer. 5-1, 5-2. Most már a lengyeleknek kezdik összeszedni magukat. Már. Följe volt Verecki is. Fölnőtt társához. A fonák viszont rossz. 7-3. Uha! Gyönyörű szép lepörgetés volt. 8-3. Húha, kilépett tenyeressel. Orzilián gyönyörűen csinálta. 8-5. Nem hagyják magukat a németek. Nyolc-hét. 8-3-ról pillanatok alatt 8-7 lett. Elkezdtek támadni a németek. Most is. Most nem tudják megcsinálni. 9-7. Szerencséje volt a németeknek. 9-8. Egy pontos lengyel előny. Még mindig van. Uaj, de szép. 10-8. Na végre villant egyet. Verecki Alexander is. Két szett labda. A lengyeleknél. Már csak egy. 10-9. Tíz-tíz. 8-3-ról kapaszkodtak föl szép csendben a németek. Igaz, volt két szetlabdája most a lengyeleknek, de nem volt elég. 10-10. Ez nem megy át. 11-10. Harmadik szett labda. Nem nagyon vállalja el fonákkal Ort Kilián ezeket a kiszorított helyzetben lévő labdákat. Zauer annál inkább tenyeressel. 11-11. Német időkérés. Frissítő. Másik asztalon még a második egyéni mérkőzés megy, ott még nem tartanak a párosnál a felek. 2-1-8-7 a német játékosnak, még az időkérésnek közben. 11-11 és 1-0 németeknek szedben. Érzi, hogy fontos lehet, hogy megnyerik ezt a szettet a fiúk.
De hát Verecki, Alexander nem így gondolja. 12-11. Aj, de szépen csinálta Ort. Ort Kilián. Beljebb lépett is fonák a keresztbe. Erősen megütötte a labdát. Pontot eredményezett ez neki és társának. 12-12. Hosszúra pörgeti Zauer. Ez nem fér bele. Ismét szett labda a lengyeleknél. Hosszúra pörgeti Ort Zauer. Ort, bocsánat, Ort Kilián. 14-12. 1-1 az állás. Közben egyenlíthetnek a lányok. A német lányok meg is teszik. Ott is 1-1 az állás, ott mindjárt kezdődik a páros. Itt már elkezdődött. 1-1. Hölgyeim és uraim, tehát mindenféle tekintetben, összesítésben is, és most a párosban is jó mérkőzéseket láthatunk, az biztos. Bár mondjuk az első meccs az elég egyoldalú volt, a második már nem annyira, igaz, hogy az is 3-0 volt, de az jó meccs volt. Nem jött be tehát a német edző időkérése. Egyenlíteni tudott a lengyel páros, úgyhogy előről kell kezdeni mindent a németeknek. Ort Kilián szervel majd Verecki Alexandernek. Hoppá! Odaért a német, egyenesbe bepörgette. Kettőt pattant, annyit nem szabad, hogy pattanjon. 2-0. Elpörgeti Zauer éle. Szép lepörgetés. Ort Kilián nagyon jól játszik. Tessenek figyelni néha egy csak kicsit az ő játékát, hogy milyen hasznos és milyen sok pontot meg tud csinálni. De Zauer jó szerván is kellenek. 4-1 a németeknek a harmadik szedben. Négy, kettő. Négy, három. Négy, egy után pillanatok alatt. Négy, négy. Meglepte Cauert, hogy visszajön a labda. Most rajta megy el nagyon sok pont. Húha, most szerencséjük volt. Zatovka Patrik nem tudta, mit csináljon. 6-5. Szép pörgetés. Ez most jól csinálta Cauer. 6-6. De sokszor mondottam ki már ezt. Pörgetni. Nem jön be. Fonák drop. 8-6. Zatovka adogat. Húha. 9-6 a lengyeleknek.
USA-t nem csinálta Zatovka. 10-6. 4 szett labdáján a lengyeleknek. Pedig 4-1 volt még a németeknek. Ne felejtsük. 10-7. Tíz nyolc. Na, nincs vége. Küzdenek még a németek, hátha. Tíz kilenc. Időt kér a lengyel szövetségi kapitány, és ezzel mind a két válogatott elhasználta itt a párosban az időkérését. Egy esetleges még hosszabb páros meccs alatt így lát, nem lesz lehetőség a végjátékban időt kérni, de hát ezek a legfontosabb pillanatok tényleg most. 10-6-juk volt már, és még egy lehetőségük van, hogy vezessenek. Tizenegy kilenc. Szerencsét hozott az időkérés, vezetnek a lengyelek. 2-1-re. Fordult a kocka, ugye 1-0 volt még a németeknek. Azt nem tudom a beírást, hogy jön ezután. De szerencsés esetben, hogyha Zatovka játszik, akkor már 3-1-re meg tudják nyerni ezt a meccset a lengyelek. Úgyhogy gyakorlatilag, ugye most azért fölnőtt Verecki Alexander párjához, de gyakorlatilag egyedül megnyert a döntőt Zatovka. Úgy lett 3-1, de hát még nincs vége. Annál is inkább, hiszen a németek hatalmas küzdők, minden sportban, minden szinten, minden korosztályban tudni vélő róluk. Hoppá! 1-0. Egy-egy. De szép volt Zatovkától. Megy. Négy egy már. Zauer megint sokat hibázik. Ú, ez viszont gyönyörű. Ort Kiliántól egyenesbe, ahova már nem érhet el Zatovka keze. Öt-kettő. Úgy de szép pörgetés volt. 6-2 már. Hét-kettő. Zicsert pörget el Verecki. 7-4. Milyen finoman droppolt el a labdamenet elején a lengyel. 7-4.
ütött. Ezt nagyon hosszúra ütötte a kisrác, 7-6. Csúnya volt. Most szerencséjük van, 8-6. Kilenc-hat most már, most Zauer hibázik. Ez nagyon rossz fogadás volt Sauertől. Két gyengébb játékos párharca ez igazából, hogy ki ront kevesebbet, szó szerint. Tíz-nyolc. Az megy Zauernek a tenyeres, az biztos, de nincs is baj. Az ilyen apró dolgok, a ki nem kényszerített hibák, azok nagyon sok. Nem megy át. Egy mérkőzés labdája van még a lengyeleknek. 10-9. Zauer elrontja. 11-9, 3-1. A lengyelek megnyerik a páros, hölgyeim és uraim. Miért jön a következő egyéni mérkőzés? 2-1 tehát Lengyelországnak Németország ellen. Itt a csapat fiú döntőben. Like me, but you must be quiet. Correctly, fair. One time you'll be a big player, but you must be correct.
hosszú. A mérkőzés is hosszú, és nagyon küzdelmes. 2-1-re vezet Lengyelország, velünk szemben már jól ismert Zatovka Patrik, háttal Ort Kilian. A két eddig veretlen játékos ezen nemzetközin, hölgyeim és uraim. Nagyon jó meccsnek nézünk elébe. A papírforma az diktálja, hogy Zatovka nyerjen. De hát Ort Kilian nagyon jó formában van, amit láthattuk. Nem rajta múlik, hogy 2-1-es hátrányban van a csapata. 4-3. Négy-négy. Húha, egyenes, gyönyörű. Rossz pörgetés, 5-5. Ugye itt már a nap végén, ugye a második nap végén vagyunk. Már azért a felek a fáradtsággal is küzdenek, önmagukkal is. Úgyhogy egy-két ki nem kényszerített hiba belecsúszik, belecsúszhat. 6-6. Például egy ilyen, ez egy csúnya, hosszú indítás volt, pörgetés. Ort Kilian szerválhat. Hét hat. Vezet a lengyel. Hét hét. Egy pont itt, egy pont ott. Ez gyönyörű. Előkészítette fonákkal. Zatovka. És Danöt tenyéressel megölte a labdát, bepörgette egyenesbe azt. Ó, ezt meg a német csinálta, de hogy? Hú-hú. Gyors fonák is. Pillanatok alatt kifordult tenyéressel keresztbe. Megcsinálta 8-8. Most Zatovkának. Már nem tudja visszadobni a lengyel. 9-9. Nézzük, hogy folytatódik-e a tendencia, hogy a lengyel Zatovka Patrik mindig meg tudja nyerni ezeket a szoros állásokat. Húha, szerencséje van. 10-9. Azt a mindenit. Megtudja. Ez a válasz. Főleg a második, a befejező pontja. Itt 10-9-nél. Zseniális. Zseniális ez a mozdulat. És ez könnyen. Ez is. Ehhez hasonló mozdulatai csapatgyőzelemhez vezethetik. A lengyel válogatottat, hölgyeim és uraim, 2 darab szetre. A lengyel átcsapat attól, hogy megnyerje a serdülő nemzetközi bajnokságot, és rengeteg pontot kaszáljon be. És hogyha így játszik ez a lengyel fiú, akkor nagyon nagy esélyese lehet itt a végső egyéni győzelemre is. De az lehet Ort Kilian is, véleményem szerint, és ugye természetesen Szudi Ádám, de még itt vannak a jó franciák, a nagyra nő szlovákok is, őket még nem láthattuk, de majd holnap biztos, hogy fogjuk őket közvetíteni. Érdemes lesz velünk maradni holnap is, hölgyeim és uraim. Közvetítésünket majd 9 óra 50-kor kezdjük, tehát még egyszer 9 óra 50-kor. Főtábla első körös mérkőzéssel. Ugye, ahogy ezt a döntő első mérkőzésének elején mondtam, 3 leányzó és 4
ifjú úriember jutott föl a főtáblára a magyarok közül. 2-1 Ort Kiliannak. 2-2. Hosszú szerva volt. Így 2 a németnek. Négy, három. Szerencséje van a németnek. 5-3. Már. Négy. Nyolc, öt. Mindent visszaadott most ebben a labdamenetben, Latovka. Nyolc-hat, gyorsan. Most rákapcsolt a lengyel. 8-7. Jó, de szép. Kiengedte a labdát, és hihetetlen laza mozdulattal pörgette meg egyenesbe. Szenzációs a pali, 8-8. Húha, ezt nem tudja bepörgetni. Pedig beszokta ezeket. Elvállalta a német fiú. Ort Kilián nem hagyja magát, pedig 8-3-ról jött fel, 8-8-ra. Zatovka. Szép megoldás. Tíz, kilenc. Tíz, tíz. Nem tudja megcsinálni a német. Jézus Atya Úristen! Élével csuszára! Szerencséje van a németnek most. 11-11! Hát most meg a lengyel mit adott vissza? De jó meccs. Nem megy le ismét. Nem megy, bocsánat, nem le be a bepörgetés. Jó! 13-11 megcsinálja Ort Kilián végül is.
harmadik szett 1-1. Kettő. A német fiúnak szépen megdolgozott ezért a menetért. 6-3. Játékba hozta ellenfelét Zatovka. Az a véleményem. Nagyon belelkesedett a német fiú. Szépen közbeütött fonákkal a német, 9-5-je van. Hoppá, 9-6. Hozza a két szerváját a lengyel fiú. Kilian szerválhat most. Hisz 7-3 szett labdája van a németnek. Tizenegy, hét, kettő, egy, hölgyeim és uraim, játékba hozta, még egyszer mondom, a lengyel fiú, a németet, és hát könnyen a vesztébe vihet így a csapatát. Az előbb még arról volt szó, hogy 1-0-ra vezetett, és győzelemre viheti gyakorlatilag egyedül az egész lengyel válogatottat, de most elvesztheti egy könnyen műség miatt. Holnapi nap, hölgyeim és uraim, amint említettem, 9:50-kor, kezdjük a közvetítésünket. Egy fehér orosz és egy lengyel játékos küzd meg majd. Samuk Gleb és Jugiel Adrián küzd meg itt az egyes tévés asztalon majd reggel. Ezzel kezdjük, tehát hölgyeim és uraim, legjobb 32 közé jutás a tét már. Közben nézegetem a sorsolást. Keresvén a magyarokat. De nem nagyon találom őket.
Rashfordi Ádám a 32. tezítésért X-et kap. És Marais Igorral játszik majd. 11 óra 40-kor az egyes asztalon, úgyhogy Ádámot még közvetítjük a legjobb 16 közé jutásért. Na majd a többiről holnap. Na nézzük, elkezdődött közben. A negyedik szett 2-1-re vezet a lengyel fiú. Pontos, lengyel előny. Nem szédül át a labda. Könnyemű hibák a lengyeltől, 4-4. Szép. Rég nem láttunk ilyet már tőle. Szépen csinálta Ort. Hét hat Zatovkának. Nyolc hat. Most megtorpant a német. 9-6 Zatovkának. Ezt elsiette a lengyel. 9-7. Kilenc nyolc. Időt kérnek a lengyelek. Érthető. Zatovkának már 9-6-ja volt. Nem tudta befejezni. 9-8. Még az időkérésnek. Mennyi elfogadogatni? 9-8-nál. Kilenc. Nem jött jól az időkérés.
Ezzel van gyönyörű, ezzel a gyönyörű szép ponttal van mérkőzés labdája Ortnak. És elrontja. 10-10. Pedig ez zicser volt. Szerencséje van megint a németnek. 11-10. Tíz. Hát ez nem mindennapi szerencse, ami itt a végén volt. Ortnak, hölgyem és uraim, mindent eldöntő 5. mérkőzésön, 2-2 az állás. És kezdődik a mindent eldöntő 5. mérkőzés. Berecki Alexander és Cauer Michael. Mindkét játékos ugye elvesztette az első meccsét. Hát ez hova pörgette a német? Világgá. 2-1 a lengyel fiúnak. Hát én már komolyan mondom, nem fog beszélni esélyekről, hölgyeim és uraim, mert itt mindenféle papírforma borult.
Úgyhogy nyerjen, aki akar, és aki jobb. Ebben a pillanatban ugye már fáradtak a játékosok. Kettő egy. Tehát a labda elszökött. Külön életet él most már. Nem ütögetik. 2-2. Szépen csinálta a lengyel fiú. 3-2. Kettő. Szép labdamenetek, 5-3 a lengyel fiúnak. Lengyel fiúnak. Hat öt. Elpörgeti. Magasra pattant a labda. Hat hat. Jó szerva volt. A német fiúnak 6-4-ről fordít. Nyolc hat. Kilenc hat, most a németnek van szerencséje. 10-6. Szépen csinálta. Zauer vezet egy núra a német csapat. Játékosa. Mindent eldöntő ötödik meccsen. Hát elég szedett-vedett játékot játszik most Verecki. És nagyon bús, ahogy innen látom. Eddig közel álltak tényleg a lengyelek ahhoz, hogy megnyerjék a döntőt. Sokkal esélyesebb. Zatovkának kellett volna megnyerni a meccsét. 2-1-nél. Tehát kiküzdötte Ort, úgyhogy döntő meccs. És itt vezet a német fiú. Zauer. Kezdődik a második szett. Thank you.
1-0. Becsöngött egy telefon. Magyaros jelenet. Se baj. Még mindig áll a játék. Most már nem. Megint becsöngött valami. Az Isten szerelmére. Nem tudjuk folytatni a meccset. Egy-egy. Kettő egy Cauernek. Kettő-kettő. Három-kettő. A gyors szervákkal nem tud mit kezdeni Verecki, Alexander. Szóval jó használja őket, 4-2-re vezet a német. Már. Jobbnak látszik a német. Ezt szépen csinálta a lengyel fiú. Kivédekezte. 6-4. Akkor váltott oldal, Cauer, 7-4. Rossz indítás, 7-5. Hoppá! Ez gyönyörű volt, felfelé pattant a csuszáról. Német pont. Hat. Négy szett labda. 11-6.
egy szetre a csapat győzelemtől a német válogatott, hölgyeim és uraim. Másik meccsen is vezetek, vezetnek a németek. 2-0 német hölgynek. Közben még tart a szünet. Majoros János Bence, Szopelász Andreas. Ezt a magyar vonatkozású meg csak tudom mondani a főtábláról, 64-es főtábláról. Nem rossz sorsolás, ezt megnyerheti Majoros. Ecsiki Nándor X-et kap, ami azt jelenti, hogy játék nélkül tovább jut. Sabján Gergő is játék nélkül jut tovább. Szépen kidolgozta a német fiú. Kettő egy. Gyönyörű, szép. Visszahozta német fiú, aztán átvette a kezdeményezést. 3-1. Gyakorlatilag most már szétszedi ellenfelét a német. Cauer 3-2. Gyönyörű. 4-2 Cauernek. Hoppá, 4-3. Szépen csinálta most Verecki. Gyors szerva. 5-3. Közben Németország nyeri a csapat döntőt a lányoknál, és hamarosan a fiúknál is vége lehet. Főleg így, gyönyörű, szép. Hat négy. Hét négy. Négy most már, 3 pontra a fiúk is a győzelemtől. Kettős német csapat siker lehet. Nyolc-öt. Kilenc öt.
15 hölgyeim és uram, 5 mérkőzés labda. És már is megvan, 11-5. Németország a csapatgyőztes a fiúknál és a lányoknál is. Holnap 9:50-től folytatjuk a közvetítésünket. Fiú, egyes főtábla mérkőzéssel. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket mára, holnap folytatjuk. Viszontlátásra, viszonthallásra.